Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Király Tamás vagyok, mai vendégünk Igari Léna, Oroszország szakértő, itt van velünk a vonalban, szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szia Tamás, és köszöntöm a hallgatókat is. Fehér orosz ügyekről fogunk beszélgetni, van bőven, több hír is foglalkozik azzal, hogy bizony elég érdekes dolgok történnek a fehér orosz embereknek a házatáján. Ott van például az az olimpikon, aki jelezte, hogy az olimpia után nem tér haza, és ott van egy másik eset, amikor felakasztva találtak egy fehér orosz aktivistát, méghozzá Kijevben. Kezdjük talán ezen utóbbi történettel. Ugye azt tudjuk erről az aktivistáról, hogy ő menekülteknek, illetve politikai üldözötteknek segít. Szerinted mi történhetett? Lehet már tudni, hogy pontosan mi voltak az előzmények, és mik a következmények? Hát nem, tehát azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történt, a nyomozás még folyik. Előzetesen annyit jelentettek ki az ukrán hatóságok, hogy olyan testi sérülések találhatók az emberen, ami nem jellemző egy öngyilkosság esetében, tehát zúzódásos sérüléseket találtak a mellkasán, a térdén, illetve az ajkán. Úgyhogy valószínűleg külső behatás érhette, nem is öngyilkosságra gyanakszanak az ő esetében, tehát szinte mindenki egyöntetűen úgy véli, hogy ez egy gyilkosság. A barátnője egyébként, ugye miután ez az eset megtörtént, utána tüntetésekre került sor, azok fehér orosz diaszpóra tulajdonképpen, akik Kijevben élnek, összegyűltek egy ilyen tüntetésre, és azon a hölgy, akivel a fiatalember együtt élt, ő hát elég emocionális hangnemben beszélt arról, hogy mindannyian veszélyben érzik magukat, és hát felhívta tulajdonképpen a beloruszokat, hogy azt az erőszakmentes és nagyon civilizált tiltakozási formát, amit eddig folytattak, azt radikalizálják. Igazából... Megoldás a radikalizáció? Mert ugye nyilván amik történtek, azok elítélendők és nagyon rosszak, de vajon az jó, hogyha mondjuk utcára mennek, ha véres tüntetések kezdődnek, vagy hogyha egy kicsit durvábbra veszik a hangnemet? Az a baj, hogy ugye másik aktivistát is megszólaltattak, hát nyilván ez folyamatos hír most az orosz médiában is, meg az ukrán médiában is. Én az orosz nyelvű médiát figyelem mindhárom országban, és ott igazából most a fehér orosz diaszporának az egyöntetű álláspontja, hogy tulajdonképpen elveszítették a biztonságérzetüket, bárhol laknak is. Ez mondjuk érthető, nem? Tehát, hogy annyi abszolút incidens volt most, hogy tényleg egy kicsit az az érzése van a fehér oroszoknak, hogy egyetlen országban sincsenek biztonságban. Igen, ez így van, ez így van. Most tulajdonképpen szerintem ezt a célt is szolgálta valamilyen szinten ez az akció, már ha kiderül, hogy mi volt ennek a hátterében. Ugye itt az öngyilkos aktivista esetében, vagy hát öngyilkos, szóval az elhunyt aktivista esetében nem voltak öngyilkosságra utaló jelek, nem? Nem, azt mondja a hölgy, a mennyasszonya, hogy terveik voltak magánéletüket tekintve, viszonylag jó állása volt a fiatalembernek, tehát hogy semmi olyan jel nem volt, ami arra utalt volna, hogy bármi ilyen dologra készülne. Ez az egyik, a másik meg, hogy amikor, tehát ez egy ilyen Kijev melletti, vagy Kijevben található ilyen erdős részen
történt ez a dolog, ahova ő futni járt, és akkor így a futásból nem tért vissza. Hát aki öngyilkos szokott lenni, azért nem szokott elmenni futni előtte. Hát igen. És másnap reggelre találták meg tulajdonképpen a holttestét a fiatalembernek. Tehát, hogy ez a diaszpórában azért a fehér oroszok között egy nagyon nagy nyugtalanságot keltett, annál is inkább, mert az eljárása, hogy a másik fehér orosz aktivistát, a Román Protasevicset néhány hónappal ezelőtt ugye egy fehér orosz hatóságok ugye leszállásra kényszerítettek egy Ryanair gépet, az is már azt mutatta, hogy a fehér orosz titkos szolgálatnak, vagy a hatóságoknak a keze messzire elér. És ez megint csak egy olyan jel, ami szintén egy ilyen nagyon nyugtalanító jel számukra. Igen, ugye ott is az volt, hogy terrorizmus gyanúval szállt le a gép, aztán közben kiderült, hogy csak egy politikailag ellenérdekelt felet tartóztattak le egy idegen országban. Így van, pontosan. Azóta is egyébként a fehér oroszok fasírtban, hát illetve hát nyilván a hatalom, tehát a vezetés fasírtban van a litvánokkal. Ez is megérne egyébként egy pár szót. Olyannyira, hogy migránsokat is küldtek oda, pontosan. Ha jól tudom. Erről érdemes talán beszélni, mert ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a látszólag marginális fehér Oroszország azért tényleg tud ártani, hogyha akar. Igen. Ez így van. Ugye most Lukasenko eljátsza, hogy ő csak megvédte eddig a hatalmas migrációs nyomástól Európát, és bezzeg, hogyha nem tisztelik őt, és a hatalmának a megdöntésére törekednek, akkor nem fogja ezentúl megvédeni Európát. De gyakorlatilag ez egy zsarolás, tehát ez egy nyílt zsarolás Litvánia irányában, azzal, hogy tulajdonképpen repülőgépekkel hordják abban a reményben a migránsokat, mit tudom én, Irakból, Szíriából, meg az ilyen konfliktusos zónákból, Fehér Oroszországba, és majd Fehér Oroszországból tovább Litvánia felé, hogy azoknak viszont azt ígérik, hogy Németországba viszik őket. Tehát, hogy ők úgy szállnak föl az őket szállító járművekre, hogy amikor megérkeznek, akkor németül próbálnak már beszélni, mert azt gondolják, hogy itt van Németország. És ez óriási nagy konfliktus helyzeteket hoz létre egyébként Litvániában is, mert az egy kicsi ország, és 4000 embert kell most éppen elszállásolniuk ilyen sátortáborokba, meg minden, ahol egyébként a migránsok nem akarnak ott maradni, mert ők Németországba készültek, és Németországba ígérték nekik, hogy ott fogják őket kitenni. Tehát, hogy ez megint csak egy olyan piszkoskodás, ami igazából hát ártalmas, és elég alternatív módon értelmezik a tranzitzóna fogalmát minden esetre. Igen, és az a joviális kolhoz elnök imázs, amit eddig Lukasenka elnök képviselt, és amivel ő fellépett tulajdonképpen, és ami alapján, vagy ahogy őt megismerték, hogy ő krumpli földet kapál, meg ő a nép egyszerű fiaként, a kolhoz elnökként irányítgatja szép rendesen Belarusziát, annak most egy elég ilyen, tehát az a diktátor arc. Igen, egyre inkább, talán a legutóbbi választások óta így megmutatja a fogafehérjét, nem? Igen, egyre inkább ez mutatkozik meg. Ami még érdekes, hogy az Európai Unió szinte minden nagyobb csúcson fogalmaz meg Fehér Oroszországot elítélő nyilatkozatokat, meg szankciókat, de úgy tűnik, mintha ettől Lukasenka nem ijedne meg, hanem még ilyenkor rátesz még egy lapáttal. Igen. Ez így van. Ugyanis tehát azok a gazdasági szankciók, amiket velük szemben
bevezet az Európai Unió, az meg nagy mértékben kompenzálja azt, hogy Oroszország részéről viszont kölcsönöket kapnak. Oroszország az elsődleges és legfontosabb gazdasági partner. Nyilván ebben neki elsősorban az az érdeke, hogy az oroszokkal jobban legyen. És a hatalmának a fenntartását is tulajdonképpen nagy mértékben köszönheti Oroszországnak. Oroszországnak és Putyin elnöknek miért fontos, hogy Lukasenka maradjon Fehér Oroszországnak az elnöke? Egyáltalán fontos? Én azt gondolom, hogy ez egy kényelmes helyzet. Oroszországnak ez egy... Hát mindenképpen érdeke, és egy kényelmes helyzet nekik az, hogyha a szomszédos országban stabilitás van, és stabilan jó kapcsolat van. Tehát ugye orosz vagy Ukrajnával kapcsolatban is akkor romlott meg az orosz-ukrán viszony, amikor az ukránok ahelyett, hogy az oroszoktól újabb nagy összegű kölcsönt vettek volna igénybe, ugye akkor még Janukovics elnök aláírásával, ehelyett inkább az EU-s társulási szerződést szerették volna tető alá hozni, illetve ugye a szabad választásokat és a demokratikus elveket választották, úgymond az oroszországi függés, vagy az Oroszországgal ápolt mély kapcsolat helyett. És Lukasenko viszont tehát ő lojális az orosz vezetéshez, és nem is nem is kérdés az, hogy van-e ennek alternatívája. Nincs. Szerinted mennyire vannak ők ideológiailag egy platformon, és egyáltalán meg lehet-e érteni innen Közép-Európából a poszt-szovjet térségnek a gondolkodásmódját? Kísérletet lehet rátenni, és érdemes is szerintem ezt kutatni és vizsgálni. Ideológiailag, hát nem tudom, én azt gondolom, hogy pillanatnyilag egy kicsit Oroszországban keresik azt az ideológiát, ami igazából a Szovjetunió szétesése után nem igazán van. Tehát Oroszországban alkotmány garantálja azt, hogy az állam ideológiailag semleges. Ugye tudjuk, hogy a pravoszláv egyházzal nagyon mély és jó kapcsolatot ápol a mostani államvezetés, de ez nem jelenti azt, hogy a lakosságnak a nagy része mondjuk meg is élné a hitét, inkább ez egy ilyen legitimációs ideológia az államhatalom részére, amit a pravoszláv egyház kínál, mint hatalomhoz való viszony, és valamilyen szinten a belaruszok is ennek a fennhatósága alatt, vagy hát befolyása alatt vannak, de én azt gondolom, hogy ott azért, tehát hogy az egy olyan ország, ahol a szovjet berendezkedés sokkal inkább megvan, mint a... De ugye hát nyilván ők is a Szovjetunió részei voltak, és hát Magyarországnak például azért elég negatív tapasztalatai vannak egy szovjet uralommal kapcsolatban. Ezt a fehér oroszok hogy érték meg? Tehát, hogy ő nekik több volt az áldás, mint az átok belőle? Vagy van valami fajta ilyen nosztalgia a nagy Oroszország iránt? Igazából nem, hogy nosztalgia van, hanem nem ért véget a számukra ez a korszak. Tehát, hogy ott
ott a gazdasági berendezkedés, meg az állami berendezkedés, az nem változott meg ilyen szempontból. Lehet, hogy mit tudom én, plurálisabb lett némiképp a politikai élet. Csak választások ne legyenek. Igen. És tehát, hogy azok a struktúrák, azok a gazdasági nagyvállalatok például, azok a szovjet típusú nagy gyári vállalatok, stb., azok megmaradtak, és nagyon sok embernek ezek adnak továbbra is munkát, a szakszervezetek, tehát ez a baloldali típusú állam, ez megmaradt, az, hogy jól, tehát ez a szociális védőháló tulajdonképpen az emberek alatt ez megvan, és nagyon sok embernek munkáltatója ugye az állami szféra. Ugyanakkor viszont azért a modernizáció őket is elérte, és mivel nyelveket beszélnek, jól képzettek, jó az iskola rendszerük, stb., ezért mondjuk informatikából nagyon magas szinten vannak, meg egy csomó más területen a fehér oroszok rendkívül jól képzettek, és egy jó gazdaságot tudnak csinálni. Úgyhogy én szerintem egyébként sokkal pragmatikusabb, tehát hogy az ideológia kérdésében ők pragmatikusak, nem gondolnám, hogy ideológia hajtja őket, vagy mozgatja őket. Beszéljünk egy kicsit az olimpián történt eseményekről, mert az szintén azért sokat elárul arról, hogy milyen viszonyok vannak jelenleg Fehér Oroszországban. Ugye volt egy olimpikon, méghozzá Krisztina Cimanovszkaja, na, remélem ezt jól mondtam, aki tulajdonképpen azért kért védelmet először a japán hatóságoktól, mert országa erőszakkal haza akarta küldeni. Ugye itt volt egy vita az edzője között, meg hogy melyik versenyszámban induljon és egyebek. Aztán ő menedékjogot is kapott, viszont ami ezt követte, az sokak szerint egyébként részben összefügg a már korábban említett fehér orosz aktivistának a halálával is, illetve ilyen egészen komoly üldözési drámába csapott át, miközben zajlik az olimpia, meg a szabadság jegyében a minden, közben egészen elképesztő dolgok történtek. Ez a kérdés, ez szerinted hova fog fajulni, illetve miért nincs ebben a helyzetben valaki a nemzetközi szintéren, aki azért azt mondja a fehér oroszoknak, hogy ez túlzás, hát ilyet nem lehet csinálni a 21. században. Hát igazából nem tudom, hogy ki lenne kompetens, aki ezzel kapcsolatban bármit is mond. Nyilván lesz, gondolom, ENSZ állásfoglalás, meg majd az olimpiai bizottság is biztos megfogalmazza a maga állásfoglalását ebben a kérdésben. Ugye az történt, hogy a futónő rövid távra edzett, és rövid táv futóként indult el az olimpián, és az ő saját számához képest egy négyszeres, illetve egy nyolcszoros távra akarták őt kényszeríteni, amire fizikailag nem volt felkészülve. Majd amikor azt mondta, hogy ezt nem tudja vállalni, akkor pedig haza akarták vinni. És hát nyilván annak a láttán, vagy azt látva, hogy hogyan bánnak az emberekkel egy ilyen diktatúrában, megértem, hogy ő neki ettől görcsbe rándult a gyomra, és azt mondta, hogy ő nem szeretne hazamenni ezek után. És akkor utána ugye felröppent a hír, hogy menedékjogért fordul a lengyelek, ahol egyébként egy nagy diaszpóra van, nagy belarusz diaszpóra, és ahol egyébként szintén működik Varsóban is egy olyan lengyel ház, vagy belarusz ház, mint amilyen Kijevben a meggyilkolt aktivistának a belarusz ház elnevezésű szervezete. Ott a lengyelek egyből felajánlották neki a menedékjogot, és aztán Tokióból Bécsbe utaztak, és Bécsből
mentek aztán Lengyelországba. Mivel kapcsolatban azt mondják, hogy valószínűleg attól tartottak, hogy nehogy úgy járjon, mint a Román Protasevics, aki miatt képesek voltak egy repülőgépet eltéríteni. Úgyhogy nyilván ilyen előzmények mellett, meg ilyen a belarusz hatóságoknak az ilyen jellegű eljárása mellett nem csoda, hogy tart attól, hogy retorziók érhetik, és hát nem tudom, hogy mit tud ennek igazából magáit parancsolni, tehát ennek erre vonatkozóan szerintem nincs egy gyakorlat. Említetted a fehér orosz diaszpórát, és többször is elhangzott ez a beszélgetés során, így megütötte a fülemet. Ezek szerint a világon számos helyen vannak ilyen nagyobb létszámú fehér orosz diaszpórák? Igen, mivel a fehér oroszok is, meg Ukrajna lakosságának a jelentős része is beszéli az orosz nyelvet, ezért nyilván ezekben az országokban leginkább és legelső sorban, de más szláv országokban is elég sokan élnek fehér oroszok, illetve hát Lengyelországban pedig kifejezetten nagy számban élnek, de elsősorban munkát vállalni mennek, de kulturálisan is, nyelvileg is viszonylag közel van hozzájuk, és ezért ez egy jó opció számukra, hogy ezeken a területeken találnak maguknak menedéket. Ukrajnában egyébként az Ukrajnában működő vagy belarusz háznak az aktivistájával hallottam egy interjút, aki mondta, hogy meggyengült a biztonsági érzetük. Ő azt mondja, hogy Ukrajnát azért választják sokan a belaruszok közül, mert számukra az, hogy ott úgymond győzelemre tudtak vinni egy ilyen forradalmi hatalomváltást, az egy példa volt. Most annak ellenére, hogy Ukrajnának ezer baja van, meg az oligarchikus rezsim azért továbbra sem került megváltoztatásra, meg minden. Azért amellett a szabadság az jóval nagyobb. Mint hát megnyíltan szembe is mennek Oroszországgal, és kapnak nyugati segítséget, azt azért ne felejtsük el. Ez így van. Az más kérdés, hogy a lakosság életszínvonalán ez igen, nem annyira tükröződik, de megoldják maguknak. Azok, akik diaszpóraként vannak jelen a világban fehér Oroszországból, ők politikai okok miatt elmenekültek, vagy a gazdasági okok miatt úgy döntöttek, hogy más országokban vállalnak munkát? Van ilyen ok, ilyen is, olyan is. Én meghallgattam, van egy orosz újságíró, akit Yuri Dudynak hívnak, és az interneten tevékenykedik elsősorban, és az a zsánere, hogy ilyen jó hosszú, másfél-két órás interjúkat készít, és egyszer elment ide még a Protasevics ügy előtt, de már a választások utáni tüntetések után elment Varsóba, ebbe a belarusz házba, ahonnan a Nyechta nevű internetes ilyen Telegram csatornát szerkesztik, és ott interjút készített az ott élő fiatalokkal, akik ott a szerkesztőségben dolgoztak, és ők elmondták, hogy elsősorban azért jöttek el Belarusziából, mert folytogatónak érezték azt a politikai atmoszférát, amiben élniük kellett, másodszorban pedig egzisztenciális okok miatt. Úgyhogy aki Belarusziában jól képzett, nyelveket beszélő fiatal, rájuk egyébként szerintem Európa szerte van kereslet, tehát ők megállják
megtalálják a helyüket bárhol. De nagyon sokan költöztek el úgy az országból, hogy kifejezetten menedéket kerestek máshol. Az más kérdés, hogy kevesen vannak szerintem közülük, akik kifejezetten úgy mentek el egy másik országba, hogy politikai menedékjogot is kértek. Mert ugye az egy kiszolgáltatott helyzet. Igen. Azért kérdezem mindezt, mert ha egyszer majd rendszerváltás lenne Fehér Oroszországban, akkor vajon tömegével hazatérnének ezek az emberek, vagy ők azért köszönik szépen, jól megvannak a világ különböző pontjai? Sokan mondják, hogy visszatérnének. Én azt gondolom, hogy jó részük a fiataloknak visszatérne. Meg volt egy olyan színezete is, meg van is egyébként ezeknek a tiltakozásoknak Fehér Oroszországban, hogy a zászlók harcának is hívhatjuk egyébként, mert a hatalomnak a zászlója az egy zöld-piros-fehér zászló. Ennek a másik mozgalomnak meg fehér-piros-fehér a zászlaja. És szinte ilyen tiltakozó akciónak számít az, hogyha valaki mondjuk a kerítésére kirak egy piros-fehér-piros salagot. És akkor van retorzió, vagy ezt azért engedik? Van retorzió, tehát képesek, mit tudom én, egy éjszaka az aktivisták lefújják egy házfalát fehér-piros-fehérre, akkor még aznap kivonulnak az önkormányzatnak, vagy a tanácsnak az emberei, és akkor azonnal piros-fehér-piros, vagy zöld-piros-fehérre átmázolják. Tehát ugye ez már ilyen szimból... Igen, ilyen szimbólumok szintjén is megjelenik egyébként ez a küzdelem. Na és ezek a fehér-piros-fehér szimbólumot hordó meg úgy öltözködnek sokan, hogy ezzel is üzenjenek. Egy ilyen identitás képző szerepe is van ennek, és külföldről nagyon-nagyon sokan vannak, akiket ez vonz, és akik szívesen hazamennének. Hogyha egy ilyen jellegű változás történne. Érdekes dolgok zajlanak, meglátjuk, hogy hogyan tovább. Igari Léna, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is a megkeresést.